Na hát, sziasztok, én Ádám vagyok, és elérkeztünk egy újabb oktató videóhoz, amiben a TTK-ról lesz szó, a teljes takarmánykeverékről, és valamennyiben az abrakról is. Nos, igazából, hogy mi is kell nekünk ehhez, ugyebár kell nekünk egy keverő. Igazából most én megvásároltam itt az összes lehető keverőt, amit a játékban meg tudtok vásárolni, mindegyikről próbálok nektek valamit mondani. Ez igazából a legolcsóbb keverő, ezt igazából a P megnyomásával eszközött gépek legörgettek is a jószágoknál, és igazából itt látjátok is az áraikat. Itt ugye fontos, hogy mindig nézzétek meg a traktorokhoz, hogy hány lóerő, és hány kilovattos. Ez nagyon fontos, nehogy véletlen ő igazából nagyobb legyen, és a traktor meg kisebb, és akkor nem fog működni, és akkor néztek, hogy haló, mi van. A lényeg az, hogy ez a három csak takarmánykeverő. Itt, hogyha hátra görgettek, ezek nem takarmánykeverők, szóval ezzel ne próbáljátok meg, ezek szalmafúvók. De erről most nincs is igazából nagyon szó. Ugyebár ez igazából a legolcsóbb, az a második, ugye az a középkategória, és ő itt a legnagyobb igazából. Annyiban különböznek, ugyebár, hogy ő neki kisebb a tartály, ő neki nagyobb, és ő neki ugye a legnagyobb. Na ugyebár, hogyha ezt használjuk, ugye valószínű még kevés állatotok van, nincsen például silózótok se, ezért szenásbálát csináltok. Szenásbálát úgy tudtok előállítani, hogy lekaszáljátok a füvet, felbálázzátok fűként, majd bálacsomagolóval becsomagoljátok, és igazából idő után megerjed, és így lesz a szenásbála. Na de ugyebár vannak ezek a nagyobb takarmánykeverőgépek, ugyebár ez már nyilván akkor vásároltok, amikor már több telnetek van, esetleg van silózótok, és ugyebár akkor már van bunkeretek, és oda gyűjtitek össze, és ott terjesztitek, nem báláztok, ugye kukoricát szoktok silózni, és ugyebár ebbe is ugyanúgy bele kell raknatok a bálákat, annyi ugye, hogy silót nem raksz bele, hanem azt igazából itt elől a bunkerből felbírod szedni, igazából az összessel. Ezt a járműveknél bírjátok elérni a jószágoknál, itt látjátok az árukat, hát igen, jóval drágábbak, ezért is mondom, hogy ez már nyilván már több pénzetek van, sok állat van, és szükség van egy nagy keverőgépre, mert ugyebár ezeknek jóval nagyobb a kapacitásuk, mint azoknak a pótkocsisoknak. Szerintem térjünk is a témára, igazából, hogy hogyan is van ez. Ugyebár, hogyha a pótkocsisat használjátok, muszáj hozzá egy traktor is. És most én igazából szupererőmóddal fogom mozgatni a bálákat, hogy ugye haladjunk. De amúgy ugye rakodógéppel szoktam én is normális játékmenetbe. Csak gondoltam, hogy szólok. Szerintem vágjunk is bele, igazából nagyon egyszerű a keverési arány. Igazából belerakunk elsőnek egy szénát. És ugye, hogyha ide közelebb jöttök, és nyomtok egy F1-et, ha nincs bekapcsolva az F1 persze, akkor látjátok, hogy itt vannak az arányok. És mindegyik sorban, mindegyik csíkban van kettő darab fehér nyíl. Az a lényeg, hogy ennek a csíknak, ami zöld, tehát egyenlőre zöld, de ez nem lesz zöld, amint másik tápanyag tovább fog menni a kis fehér nyilakon. Az a lényeg, hogy a kettő között legyen. Na most, hogyha én most bele fogok rakni ebbe egy silóbálát, és látjátok, egyből piros lett, de most még zöld lesz. De mindjárt hozzá fogjuk adni a szalmát, és egyből nem lesz zöld igazából. Hozzáadjuk a szalmát. És ugye most még ő teljes takarmány keverék, itt látjátok jobb alul, de túlment, és már abrak takarmány lett belőle. Szóval igazából most így abrak takarmányt kevernék be a lovaknak, ugyebár. Na de én, nekem van itt egy ásványi takarmány anyagom, egy raklappal, ilyet fontos, hogy vegyetek. Ebből nagyon fontos, hogy maximum 3 vagy 4, tehát a maximum 4%
legyent, többet szerintem ne rakjatok bele, nehogy véletlen túlszaladtok. Ide jöttök, és igazából ott látjátok is, hogy na, igen, még mehet bele, és az a négy, látjátok, az úgy körülbelül a kettő közt van, tehát majdnem egy raklappal igazából elhasználtok. Tehát még ugye, tehát ezzel nem javítottunk semmit rajta, ez ugyanúgy abrakta karma. Na de, most belerakjuk még ezt a szénabálát. És most látjátok, elkezd lemenni a szalma, de egyben, ugyebár ő siló sincs bent elég, és most megint pirosba ment a siló, és így megint abrakta karmányunk van. De nekünk itt van még egy silóbálánk. Ezt szépen beletesszük. Szépen bekeveri, és most már PTK-nk van, azaz teljes takarmánykeverékünk. És ezzel a bál... Sziasztok!